ide egészen közel jövök hozzátok, kedves gyerekek, mert mai alkalomra hoztam valamit. Még nem mutatom meg, de levél már látja, hogy mi az, mert ott van mellette. Látod? Sokkal közelebb van. Látod? Szerintem még nem látod. Most már látod. Segítesz nekem? Mutassuk meg a többieknek, hogy mi ez. Csomagold ki. Szerintem úgy még nem látja mindenki, úgyhogy légy szíves a többieknek is mutasd meg. Köszönöm. Többieknek is, ott végig. Végig. Nem is akármilyen, nem kolbászos, hanem kovászos. Azt mondta? Azt mondja. Nem kolbászos, nem. Már Palkot, te tudom, hogy szereted a kolbászos kenyeret. Van, aki nem szereti. Szeretem. Ez kovászos kenyér. És azért hoztam, mert egy hét múlva ilyenkor már jó néhányan közületek az első áldozás alkalmával lesznek itt, és először veszitek magatokhoz az Úr Jézust az oltári szentségben. És ma azt hallottuk, itt úgy olvastam az evangéliumban, hogy nem hagylak árván titeket. Nem hagylak árván titeket. Maradj is itt, és tartsd addig, amíg én elmondom a gondolataimat. Jó, hogy véletlenül sem felejtsük el, hogy erről van szó. Volt egy nagy szent, nagyon-nagyon régen élt, Afrikában, ráadásul Észak-Afrikában. Kartágónak volt a püspöke, úgy hívták, hogy Ciprián, Szent Ciprián, aki azt mondta, hogy ami Jézus Krisztusban 2000 évvel ezelőtt látható volt, érzékelhető volt itt a Földön, az ő tanítása, az ő szeretete, az ő gesztusai, az átment a szentségekbe. A keresztség, az oltári szentség, a vérmálás, a bűnbánat szentséget is így tovább, is így tovább. Ma ugye 7 szentséget ünnepel az egyház. Tehát ami Krisztusban látható volt, az átment a szentségekbe. Magyarul, amit ma úgy olvastam, hogy nem hagylak árván titeket, azt a szentségekben, talán elsősorban az eukarisztiában, kézzel foghatóan tapasztaljuk, érzékeljük. És ezért hoztam a kenyeret, hogy 3 egyszerű dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy hogyan lesz érzékelhető és tapasztalható mindannyiunk számára, hogy az Úr nem hagyott árván bennünket. Hogy itt van velünk, újra és újra, vasárnapról vasárnapra, amikor összejövünk és az ő asztalánál a föltámadott Krisztus összegyűjt minket és táplál önmagát. Az első dolog, hogy a kenyér, az oltári szentség, az táplálék. Gondoljuk bele, mindenki, szerintem kivétel nélkül, akik itt ülünk, minden nap eszünk. Ha nem is kovászos kenyeret, de kenyeret, biztos vagyok benne, hogy eszünk valamiféle kenyeret. Az táplál, az erősít, az ad nekünk olyan energiákat, amivel minden nap a munkánkat el tudjuk végezni. Viszont tegyük fel a kérdést, hogy csak fizikai táplálékra van szükség? Bizony van szükségünk lelki táplálékra is. Mert gondoljuk bele, hogyan tudnánk mondjuk egymásnak szeretetet adni, illetve szeretetet elfogadni? Vagy hogyan tudnánk egymásnak megbocsájtani? Vagy hogyan tudnánk türelmesebbek lenni egymáshoz? Ha nincs olyan lelki erőnk, olyan lelki táplálékunk, ami ezt szívünkben, lelkünkben előmozdítja. És mi katolikus keresztények azt mondjuk, hogy erre a legjobb ilyen táplálék az az oltári szentség. Erősít belülről, sarkal minket arra, hogy a mélyebb szeretetre, a nagyobb szeretetre, a minőségibb szeretetre előre tudjuk lépni. A második dolog, hogy az oltári szentség az nem csak táplálék, hanem áldozat. Gondoljunk csak bele,
egy ilyen kicsi kis kenyér elkészítése a pékek részéről mennyi áldozata kerül? Mikor kell azoknak a pékeknek fölkelni, begyúrni ezt a kenyeret, kisütni, hogy megsülnek abban a bődületes melegben, főleg amikor nyáron kint is meleg van, rengeteg áldozat. És még csak fogjuk, leszeljük és megesszük. Belegondolunk abba, hogy mennyi áldozattal jár, de még sorolhatnám tovább, kezdve onnan, hogy azt a gabonát elvetik, folytatva, hogy azt le kell aratni, azt meg kell őrölni, és így tovább is tovább, amíg az út eljut odáig, hogy ez a kenyér elkészül, és odáig, hogy azt megesszük. Mennyi, de mennyi áldozat. Ezt a szót mi gyakran elfelejtjük, hogy áldozat. Pedig Krisztus ilyen értelemben is kenyérré lett értünk. Áldozattá vált értünk. Engedte, hogy leszedjék, hogy meghalljon, engedte mindazt, mert ő így szeretett bennünket. És ez folytatódik, ez az áldozat, akik az oltáron minden egyes szentmisében jelen valóvá tesszük ezt a kereszt áldozatot. Az ő szeretetének a végletekig menő áldozatát. Ezt sose felejtsétek el. És ez pedig pontosan azért, hogy mi is tudjunk áldozattá válni egymásért. Otthon a családban, az iskolában, a munkahelyen, odaadni önmagunkat másokért szeretetről. És a harmadik dolog, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, hogy a kenyér, ugyanúgy, mint az oltári szentség, az átváltozás is. Átváltozás. Mert gondolj bele, amikor a pékek beleteszik ennek a kenyérnek a, mondjuk így a kis testvérét a kemencébe, akkor ez még nem így néz ki, hanem az a kemencében átváltozik, és úgy sül meg ez a kenyér. Vagy ugyanúgy átváltozik, mondjuk amikor nyáron beteszed a vizet a mélyhűtőbe, és jégkocka lesz belőle, hogy hűsítse a te szobádat. Az is átváltozik. Teljesen természetes számokra. De ugyanúgy átváltozik a napsugár, amikor az erdő átváltoztatja azt oxigén. Ez is átváltozás. Sok-sok ilyen átváltozás van az életünkben. Csak nem biztos, hogy észreveszünk. És az egyik ilyen nagyon-nagyon titokzatos átváltozás, az pontosan a oltár történik a szentségben, amikor az imádságnak és a Szentlélek lehívásának következtében egy gyönyörű szép és mély folyamat, amíg a végére úgymond megsül ez a kenyér, és Krisztus testévé válik, amit már magunkhoz veszünk a szent áldozásban. Átváltozik, hogy hogyan? Észre nem fogható. Nem hagynak állni titeket. Amikor a szent áldozásra készültök, amikor mindannyian vasárnapról vasárnapra idejárulunk, akkor gondoljunk erre, hogy úgy maradt velünk, hogy átment az ő jelenléte a szentségekbe. Ami táplálék számunkra, ami áldozat számunkra, és ami átváltozás.